Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket Margitai Adrián emlékkiállításán, amely az Érzelmek, Hangulatok, Technikák Kékben, Zöldben címet kapta. Egészen pontosan egy évvel ezelőtt, 2021. március 22-én a Hallom Televízió híradójában ez hangzott el. Fájó szívvel búcsúzunk egykori kollégánktól, Margitai Adriántól, aki ma hajnalban hosszú időn keresztül végtelen türelemmel és bizakodással viselt betegségi fánkárvonit. Pontosan egy évvel ezelőtt. Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a Földön, mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön. Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít, amikor ők maguk már nincsenek köztünk. Munkámmal adódóan is számos úgynevezett emlékkiállításon voltam már, és számos alkalommal fogalmazódott meg bennem, milyen jó, hogy nem felejtik, hogy gondolnak rá, de igazából valós kötődésem nem volt a kiállítóhoz, most van. Ezért is számomra most ez az emlékszó, az emlékkiállítás szó valóban mást jelent, sokkal másabbat. És eljátszva egy kicsit a betűkkel, az E most jelentse számukra az emlékezést. És ugye mindannyiunknak vannak emlékei Adriánról. Márhogy csak arra gondolunk, hogy bárhova belépett, mindig mosolygott, és nem lehetett már figyelni rá. Szimpompás, ruhái, gesztusai mindannyiunkban ott maradtak. Most is úgy érzem, hogy egyszer csak belép és körbenéz, és azt mondja, hogy mit csináljuk én. Az M legyen a maradandó szó betűje, hiszen művészetével igazán maradandót hozott létre, amelyel gazdagabb lett a világ, és tovább élteti őt. Az L, mint lélek. Adri mindent lelkesen és lélekkel csinált, semmit csak úgy. I, mint érzések. Mindannyiunkban kavarognak az érzések, már csak azért is, mert minden bizonnyal, és ezért is jók a kiállítás megnyitók, hogy ide most leginkább azok jöttek el, akik kötődnek az alkotóhoz. Érzéseket váltanak ki belőle, akár az alkotásai, akár a személyek. És végül K, mint képek, amelyek mindegyikében van valami játékosság, valami szabadság, valami húzottság, valami olyan az is, az igazán benne van mindegyikben a lénye. Szóval most ezt jelenti számomra az emlékszó, az emlékkiállítás szó tele tartalommal. Adrián az utolsó éveiben terápiaként is tekintett a festészetre. Képei többek között Balatonfüszőn, Légfülöpön, Elcsiben és Győrben is kiállították. Akár városunkban, akár valamelyik környező településen írt kiállítása, mi kamerákban ott voltunk, sőt, 2020. júliusában Érdemben a régi parkvárosi közösségi házban ért kiállításának megnyitóján lehetőségem volt vele a közönség előtt is beszélgetni. És az a beszélgetés, az Adriból áradó szeretet és életerő, elszántság, hit és bizalom adott nekem erőt ahhoz, hogy a temetésén is én búcsúztassam őt, és most ebben a számomra szokatlan, ám de megtisztelő szerepben megnyissam a kiállítását. Mint ahogy minden kisgyermek Adrián is sokat rajzolt, és ahogy ő fogalmazott, ezek az alkalmak egy vonzó, varázslatos világba repítették őt el. Festőnél szeretett volna lenni, építészmérnök diplomája is festett, mondhatnánk, igényeiben hordozta az adottságot. Nem volt meglepő, hogy kiskorától szeretett, és tudott is rajzolni. De talán mindez kevés volt ahhoz, hogy igazán higgyen magában, de ahhoz meg cseppet sem kevés, hogy ne hangosson. Sokáig olyan távol volt a kézművészettől, ám a televíziós munkája során is alkotott képeket, sorsokat, utakat, történeteket festett a képernyőkre. Empátia, az emberek felé fordulás, őszinteség, tisztelet, minden jó és szép iránt, ez kísérte munkáját. Aztán az alkotással ismét egymásra találtak. Már az első képei, a másolatok, aztán a grafikái, festményei, fotói is sok mindent elárulnak művészetéről,
Mindig önmagát, a saját szemével való látást adta nekünk, csak úgy, mint az életben, ez alkotásairól visszatükröződik. Testvéreim, a pillanat ragyogása, a pillanat öröme derülje léte jelenik meg. A pillanat, mely elillan, változik, de meghatározó. Megfogta képein a neki tetsző pillanatokat, a természet szépségét, képes volt hatni ránk örömet, jó kedvet teremtve lelkünkben. A sok színűség, amit az alkotásaiban tapasztalhatunk, Adrienre is jellemző volt, szerette, imádta a színeket, szerette az anyagokat, szerette kipróbálni az újabb és újabb technikákat. Halál előtt alig néhány hónappal, például még a képfestést és a nemezelést is megtanulta. Ez utóbbi volt számára a Batyúddal. Tudta, érezte ezt ő is biztosan, de még ekkor is, alkotásaiban és önmagában is benne volt az öröm, a boldogság, a jókedv, az újdonság, a szépség, a maradandó alkotás iránti igény, vagyis az életigenlés, az élni akarás. Adrien azt tanította nekünk, hogy élni jó, hogy élni szép, mindenben megtalálta a szépséget, és mindig önmagát adta. Megmutatta, hogy a sok-sok nehézség, szenvedés ellenére sok hosszú éven át is lehet hinni az életben, hihetetlenül végzésre méltó élni akarás volt benne. Adi azt mondta, nagyon szerencsés, hiszen mindig is erős volt nálunk a családi kötelék. Fontos volt a család, az együtt és mégis különélés az otthon, ahogy anyukány szokta mondani, ez a terület megvéd. A dédpapája által vásárolt föld, az ismerős falak, az otthon, a mindennapi kapcsolat a szeretteivel. Adrien nem csupán alkotott az utolsó éveiben, hanem alkotni hívott mindenkit, aki szabadságra és önmegvalósításra vágyott, amit ő is keresett. Valóban sosem késő leülni és maradandó élményt nyújtani önmagunknak. Sosem késő elkezdeni, rajzolni, festeni. Adi, örökre a szívünkbe zártunk téged és az alkotásaidat is, amelyek, ahogy te is fogalmaztál, frissek, színesek, érzelemben és hangulatban gazdagok és pozitívak, ami elő is volt. Rában is szerettem volna, hogy itt legyél velünk, és én tudom, hogy ő itt van közöttünk még mindig. Én az előbb meséltem el itt kolléganőmnek, hogy mindig a televízión ámres az asztal, és nem ül oda senki, visszavárjuk őt. Szerettem volna, hogy ő is megjelenjen, és a másnap a technika segítségével egy rövid kis összeállítást szeretném, hogyha megnéznének, fogadják őt. Szeretettel. Nagyon sokat segítem a művészetben, a festészetben, nem csak nekem, hogy ez nagyon sokan működik. A festészettel, a művészettel, a képalkotással, ez egy új minden. Egy teljesen más világ, más gondolkodás, és mondta, hogy a festészet, a művészet egyfajta örömforrást jelentett számára.
Úgyhogy ezt most mi be tudjuk így fogadni, és bízom benne, hogy sokaknak még akár az elkövetkező hetekben is sok-sok kis apró kis örömforrást fognak jelenteni ezek a csodás képek, és adni őrzünk a szívünkben nagyon-nagyon sokáig még. És nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és öröm ezt így látni, hogy ilyen fontos volt sok-sok embernek, és vigyék a jó hírét ennek a csodaszép kiállításnak, hiszen még látogatható lesz egy jó néhány hétig. És azt szeretném még elmondani, mert a családtól így tudom, hogy tervben van, hogy talán a nyár folyamán fog nyílni Adri otthonában egy galéria, ahol még ennél is több képe látható majd, és hogyha tehetik, akkor oda is mindenképpen látogassanak el, hiszen ott még több olyan apró és nagy csodát lehet majd látni, ami Adrien keze munkáját dicséri, és bízva abban, hogy még sok-sok látogató fogja ezeket megcsodálni, úgyhogy majd arról is bízom benne, hogy kapunk híradást, és nagyon köszönöm, vegyék birtokba akkor ezt a kiállítást sok-sok szeretettel. Köszönöm szépen, hogy tisztelő figyelmüket!